Sziasztok, én Mence vagyok, és itt a FIFA 22 Akadémia Legendák Hartlepool United sorozat 8. része. Ebben az epizódban be fogjuk fejezni a 2021-es évet a Mansfield Town és a régi barát a Tranmere Rovers ellen, majd aztán elkezdjük januárt az Oldham Athletic ellen, itt vége lesz az epizódnak, és ugye januárban megy el egy csomó valódi játékos a klubtól, és jön be, hát ha jól számoltam, körülbelül olyan 3 és 3,5 millió font közötti értékű money, ami azt jelenti, hogy investálhatunk jobb scoutokba, és kiküldhetjük azokat a scoutokat, hát nem azt mondom, hogy jobb országokba, mert jobb országok nem léteznek, mert mindegyik ország ugyanolyan szinte, de investálhatunk jobb scoutokba, és találhatunk jobb játékosokat rajtuk keresztül. Így fogunk felállni az epizód első mérkőzésére a Mansfield Town ellen. Miranda, Seymour, Eberle, Stevens, Moody, Wood, Kristen, Nushi, Jong, Young, Belgázi, Masmoud Belgázi újra lehetőséget kap a kezdő 11-be, és Loran Ismaili visszatér a kispadra. Mansfield Town, Hartlepool. Gordon. Ló visszatesz. Bauri! Miranda közelről. Középen érkezünk, nem is kevesen. Johan Kristen a hosszúra, Masmoud... Belgázi eltöri, Bishop fog, viszont a kidobásból még egyszer jöhetünk, Fésen Nushi. Nushi befelé fordul, Fésen Nushi! Bishop lábbal, majd aztán elteszik a Mansfield védők. Johnson, jó labda, Ló, felső léc. Young, Kristen, ez nagyon szép, Masmoud, Belgázi! Bishop, és meg is tudja fogni a hálóőr. Patrick Wood. Nagyon jó labda, Masmoud, nem Masmoud, hanem Ethan Young! 75. perc, 15 perc van hátra, és egy olyan mérkőzésen szerzünk vezetést, ahol inkább a két kapus performált nagyon jól. És miénk az előny? Mansfield 0, Hartlepool 1. Hogy laposan Eberle beleáll, és ez így Mirandáé lesz. 2 perc van hátra, Miranda itt ebből egyet nagyon szépen le fog húzni. Majd ezzel az erőlevágott labdával lehet még egyet. Sőt, ebből lehet még jöhetünk is. Shields. Young. Ethan Youngot elkapják egy picit, és kapunk egy szabadrugást elég közelről. Szóval ez az első olyan szabadrugás, ami a 16-os környékén van. Igen, tudom, nem tudom, hogy kell szabadrugást rúgni, de megpróbálom. Michael Seymour fogja rúgni ezt a szabadrugást. Kapura ment, de vége a mérkőzésnek. Hát ahogy mondtam, amikor gólt szereztünk, egy olyan mérkőzést nyerünk meg, ahol Bishop és Miranda volt a főszereplő, hiszen ez a két kapus nagyszerűeket védett ma. És aztán végül Ethan Young dönt. És második clean sheet Mirandának, második clean sheet nekünk, ami a Newport elleni 4-0-ás győzelmünk óta nem volt. A végeredmény Mansfield Town 0, Hartlepool United 1. A 2021-es év utolsó mérkőzése következik a régi barát Tranmere Rovers ellen. Így fogunk felállni Miranda, Claes, Eberle, Stevens, Moody, Wood, Kristen, Nushi, Jong, Young, Fisher, Hartlepool, Tranmere Rovers. Alessandro Fisher, Nushinak ott terület, és Fésen Nushi gólhelyzet! 11. perc, Fésen Nushi góljával megvan a vezetés a Tranmere ellen, 1-0. Ethan Young, lágyon beívett labda, Jong egyből! És aztán Doohannek kell védenie. Maynard középre, Eberle, Hawks elszedi viszont, Maguire! Miranda véd. O'Connor közbe lép, de ott marad Ethan Young előtt. Középen most érkezik Fishert, szóval Youngnak várnia kell egy picit. Majd most ível a hosszúra, Jongot keresi Morris. Nushi fordulatból, majd aztán még egy lövés, és ez már elgurul a kapu mellett. Maynard, Maguire, Fini! Miranda! Nushit rángatják, de Nushi az determined, és megy tovább. Fésen Nushi! Nushi! Hát mekkora gól lehetett volna ebből, ha eltalálja a kaput. Nushi! Mindenki üdvri valgásba kezd, milyen és Nushi hozzájut a labda. Alessandro Fisher. Fisher lő! Doohan pedig kiüti egy szögletre. Claes, nagyon szolid ma a belga szélső hátvéd. Johan Kristen. Kristen középre, nem rossz!
És ott van Alessandro Fischer, akinek ha lábbal nem nagyon ment eddig, akkor fejjel igen. Alessandro Fischer góljával 59. perc, 2-0 Hartlepool. Christian. Nem oda szerettem volna, így ez szó, Ethan! Jó látni, hogy a FIFA-ban még mindig él, a nagyobb csapatok lenézik a kisebbeket probléma. Mivel 3-0-ra vezetünk a negyedik helyzet Tranmere Rovers ellen. World Classon! Még mielőtt jönnek a kommentek. 3-0. Csak 34 passzunk volt az egész mérkőzésen, vagy csak ebben a fél időben? Mert én azt nem hiszem, hogy csak 34 passzunk volt. Glatzel. Lassan letelik a kettő előre írt percnyi hosszabbítás, és le is telik. Két kapott gól nélküli mérkőzés egymás után. Két győzelem egymás után. 6 pont az eddig lehetséges 6-ból. A végeredmény Hartlepool United 2, Tranmere Rovers 0. Ja, 3. 3? Fú, én nagyon el vagyok ma veszve. És akkor elérkeztünk januárba, ami azt jelenti, hogy Molineux, Crawford, Featherstone, Little, Killip, Shelton, Odusina, Holohan, Ferguson, Sterry eltávozott a klubtól. Az, hát a valódi játékosoknak a nagy része. És ez azt jelenti, hogy van összesen 3,01 millió font a klubnál. És ha ezt így kiegyenlítjük a wage budgettal, akkor van 1,8 milliónk transfer budgetba és 70 ezrünk wage budgetba, ami egy nagyon, hát túl egészséges egy League 2 klubnak, de hát ez a FIFA, ami sosem volt teljesen realisztikus. Ami azt jelenti, hogy a scoutok, ha jól tudom, akkor februárban érkeznek vissza. Szóval akkor mi... Ja nem, most fognak visszajönni január 7-én, szóval hogyha lejátszok ezt az Oldham elleni meccset, akkor ugye egy hét múlva játszunk, tehát 8-án, szóval meg tudjuk nézni az utolsó scouting reportjukat, és valószínűleg akkor Sam Dunnak ez az utolsó scouting reportja, mivel akkor ő lesz az első scout, aki távozni fog a klubtól, és reméljük, hogy legalább egy 3 csillag, 4 csillag, 4 csillag, 3 csillagos scoutot, vagy egy 3 csillag, 3 csillagosat be tudunk hozni a klubhoz. Az epizód utolsó mérkőzése a harmadik helyezett Oldham Athletic ellen, ami... Hát lehet, hogy azt fogja jelenteni, hogy őket is meg fogjuk verni, hogyha a Tranmere mérkőzés másolatát látjuk, de így fogunk felállni: Miranda, Seymour, Eberle, Stevens, Moody, Ismaili, Kristen, Thomas, Jong, Young, Fisher, Loren Ismaili visszatér a kezdő 11-be, Hartlepool, Oldham Athletic. Hart középre, Hope magasabb, lefejeli, Miranda megtorpan, Willen vissza középre! És Hope betalál. És hát először kapunk gólt ebben az epizódban, 180 plusz 23 perc után. Megtöri a csendet az Oldham Athletic, és megszerzi a vezetést. 3 az 1 ellen. Most érkezik vissza Eberle. Bahambula megint időzik a szélen. Laposan középretett labda, Willen, még egy középretett labda, Kaylor Dunn mellé. Ismaili. Oh, Bahambula elszeri tőle. Dunley. Bahambula. Jön Miranda! És Bahambula telibe találja a keresztlécet. Bobby Thomas. Há, nagyon jól védekezik az Oldham. Ezzel nem hiszem, hogy át fogunk jutni ma. Dunley viszont lehet, hogy átjut a miénken. Dunley! Hát, 56. perc. 2-re növeli az előnyét az Oldham. És hát ők nem néznek le minket. Ami egy jól eső faktor. Akármennyire is negatív, de jól esik, hogy nem mehetünk át rajtuk. Mert lealáznak minket. Nem lealáznak, lealacsonyítanak. Ezt a szót kerestem. Seymour. Viszont hogyha egy gólt szeretnénk lőni, akkor ne nagyon tartsuk magunkat visszatől. Oh, for fuck's sake! Lemarad válsérüléssel, ha jól látom, akkor... Alessandro Fischer. Az cseszne oda, hogy az megint Loren Ismaili lenne. Most áll meg a játék. Hát az előbb Alessandro Fischer a vállát fogta, most a térdét. De lehet, hogy a fájdalom valahogy át... transportálta magát a vállából a térdébe. Elveszítjük Alessandro Fischert. Hát a gól eredményesebb csatárunkat. Bahambula megint. Bahambula lágyan. Finley Moody éppen, hogy beleér. De csak tányérra rakja Dunleynek. 72. perc, 3-0 Oldham Athletic. Dunley. Hopkat, jó labda középre. Bahambula megérdemelte. Bahambula nagyon jól játszott ma az Oldham bal szélén,
és ezt megérdemli, ezt a gólt. 4-0. Fisher, talán egy gólszerzési lehetőség. Nem, mert Bobby Thomastól játszik, könnyedséggel veszik el, és itt a vége. Hát ez egy példa volt a Forest Green Roversnek és a Chamois Roversnek, hogy hogy kell játszani egy nagyon alacsonyan lévő fiatal csapat ellen, és hogy kell nyerni. Én különösebben dühös nem vagyok, meg csalódott, mert tudtam, hogy meg fog történni, hogy az Oldham vagy valamelyik nagyon fent lévő csapat egyszer el fog minket picsázni, és ez meg is történt. A végeredmény Hartlepool United 0, Oldham Athletic 4. Alessandro Fisher ugyanúgy egy dislocated shoulder, 2 hónapot fog kihagyni a csatár, ami hát nem a legjobb hír. Szóval vagy Romain Fischernek, vagy Masmut Belgázinak nagyon fel kell lépnie, vagy Ethan Youngnak, mivel Alessandro Fisher valahogy belejött a játék ritmusába és gólokat szerzett, és ez most nagyon rosszkor jön ez a sérülés neki és nekünk is. És akkor még mielőtt befejezzük az epizódot, ugye szó esett a scoutokról, szóval nézzük Sam Dunn utolsó scouting reportja a Hartlepool Unitednak. Hát szerintem itt már nem hozunk fel mindenkit, tehát itt már válogatunk, eljutottunk a válogatós stage-re, szóval Brahim Teher biztos, hogy nem lesz a mi választásunk, viszont Ferhat Hacini az, aki a pozíciója szerint egy kicsit bíztatóbb, szóval ő jön fel Sam Dunn utolsó reportjából. Nézzük Thomas Magnusson, miket hozott vissza. Angus Sim 17-44-60-70-94, szóval ő jön. Lényeg az, hogy tele van az akadémia, szóval itt most itt is szelektálnunk kell, viszont kevés 16 éves van ebben a csapatban. Viszont azokat a 16 éveseket, akik átalakuló félben vannak, azokat felhozom, szóval Ian Burns feljön a felnőtt csapatba, ugyanúgy, ahogy Iago Orellana, és hát Douglas Black is akkor feljön, mert 16 éves és kell a hely az akadémiában. És akkor úgy néz ki, hogy Sim és Hacini is fel tud jönni a felnőtt csapatra, ráadásul mind a kettő csatár, szóval most, hogy Alessandro Fisher kidőlt, nekik is lesz lehetőségük játékidőre, szóval akkor van hely az akadémiában, és akkor Alistair Kerr az, aki a következő játékos, aki feljön, és a többi skótot pedig, hát szerintem el fogjuk utasítani. És akkor az utolsó scouting report Blake Rayner Spanyolországból. Javi Bernal 16-45-61-69-94, szóval ő jön, és Spanyolország az ennyi volt. Nézzük, hogy kit tudunk behozni akkor Sam Dunn helyett, mint harmadik scout. Sam Dunn, köszönjük ezt a fél éves hozzájárulásodat. Jordan Cook 4 csillag, 3 csillag. Hát el fog vinni egy nagyon nagy részét a transfer büdzsének, de ugye úgy se tudunk nagyon igazolni, mert regenek nem nagyon vannak még a szévben. Szóval Jordan Cook a harmadik scout. És akkor Jordan Cook pedig, hát menjen egy olyan országba, ahol még nem jártunk. Szóval az ország Franciaország lesz, visszalátogatunk a Satörő otthonába. Thomas Magnusson menni fog, hát menjen Lengyelországba mondjuk, akik itt vannak, valahol. Hol vannak a lengyelek? Itt vannak a lengyelek. És Blake Rayner pedig, hát mivel ő a legrosszabb scout jelenleg, ezért ő megy Ázsiába. Menjen Indiába, ugye India egy új ország, ahol lehet scoutolni, szóval hát ha vissza tud hozni valami indiai magicet. De! Ennyi volt a 8. rész. Lehet, hogy a videón kívül fel fogok hozni pár játékos az akadémiába, és azt ki fogom szűrni az akadémiát, és akkor következő epizód elejét úgy kezdjük, hogy megnézzük az akadémiát, hogy kik lettek felhozva, kik lettek kiszűrve, de ennyi volt a 8. rész, hogyha tetszett, akkor dobjátok egy lájkot, iratkozzatok fel, én Bence voltam, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Yes, we are blessed, but it's harder to see sometimes. Trying to find my peace of mind. You said, how could you be so blind?